Ma reggel megszólaltak a szirénák az ukrán fővárosban, s mint kiderült, nem hiába. Szombaton reggel robbanásokra ébredhettek a Kijevben élők. A szirénák azonnal megszólaltak a becsapódásokat követően, számolt be a helyi sajtó. A kijevi városi katonai közigazgatás arról számolt be, hogy az orosz megszállók rakétákkal támadták a várost. Az elnöki hivatal viszont felszólította az ukránokat, hogy ne hagyják figyelmen kívül a légitámadást. Az előzetes adatok szerint ismét egy infrastrukturális létesítményt választottak célpontként a megszálló erők. Kijev polgármestere közösségi oldalán megosztott bejegyzésében arról írt, hogy a főváros Dnyiprovszki kerületét támadták. Az ukrán katonai hírszerzés úgy véli, hogy az oroszok hosszú távú háborúra készülnek, melynek bizonyítéka az agresszor ország gazdaságának és hadiiparának átszervezése. Az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési főigazgatósága úgy véli, Oroszország gazdasági és hadipari komplexumainak átalakítása az ország hadi állapotra való berendezkedésének első jelei. Céljuk az orosz fegyveres erők megerősítése és a háború legelején tervezett, de az orosz megszálló erők által sikertelenül végrehajtott műveletek feltételeinek megteremtése. Magyarázta a hírszerzés az Unián Ukrán Hírügynökség szerint. Hozzátették. Oroszország igyekszik minden erőforrást arra használni, hogy folytassa a háborút. A Nemzetközi Atomenergiai Ügynökség, az ENSZ nukleáris felügyelő szerve bejelentette, hogy hamarosan állandó jelenléttel rendelkezik majd Ukrajna mind az 5 nukleáris létesítményénél, köztük a csernobili atomerőműnél is. Jelenleg csak az orosz ellenőrzés alatt álló zaporizsiai erőműben van állandó NAU jelenlét. Ezeket a felvételeket egy évvel ezelőtt a háború kitörése után pár nappal készítette stábunk a Kijevhez közeli Zsitomír térségében. Több tíz kilométeres kocsisorok, az emberek a bombázások elől az ország nyugati részébe menekültek, Kelet- és Közép-Ukrajnából. Az autótorlaszok akkor még 600 kilométerrel tovább a Kárpátalja és Lemberg megye közigazgatási határán lévő ellenőrző pont előtt is legalább 40 kilométeresek voltak. Százezrek, milliók mentek át úgy Lemberg megyén és Kárpátalján az EU felé haladva, hogy a helyiek nyújtottak segítséget számukra. A menekültek ellátásában Magyarország a háború kitörése óta aktív szerepet vállal. Nagyon köszönöm a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet segítségét. Nagyon fontos munkát végeznek, és nagyon hálás vagyok azért az 1 millió menekültért, akiken Magyarország segített, akik ott második otthonra leltek a háború alatt. Hatalmas segítség a barátságért, mert így tudjuk, hogy ha bajban vagyunk, van kihez fordulni. A menekültválságot jól ismerő szakemberek attól tartanak, hogy a háború és az egyre gyakoribb áramszünetek miatt hamarosan egyre többen indulnak útnak Kárpátalja, valamint az Európai Unió irányába. Nagy a valószínűsége annak, hogy amikor beállnak a hidegek, akkor újra sok ezer ember fog Kárpátaljára költözni. Úgyhogy készülnünk kell arra, hogy legyenek meg az ellátóhelyek, legyen olyan segélyáru, nem tudom, generátor, üzemanyag, tehát én arra készülök, adná az Isten, hogy ne legyen igazam, hogy nagy létszámú, bajba jutott embert ellátására kell berendezkedni. Sokan azonban Kárpátalján maradnak, és például a tábori konyhákat veszik igénybe. Ungvár egyik belvárosi parkjában is nyílt egy ilyen, ahova menekültek mellett azokat is várják, akik az áramszünet alatt nem tudnak otthon főzni. Mindenki számára igyekszünk meleg ebédet biztosítani. Mivel gyakoriak az áramkimaradások, sokszor a lakosságnak nincs lehetősége főzni. A megmaradt ételt a városunkban lakó belső menekültekhez juttatjuk el, mondta az akció kezdeményezője. Meglepet, hogy ingyen tudok itt étkezni. Ha fizetni kellene, gondolom 200-300 hrivnyába kerülne az ebéd. Nehéz időket élünk, különösen a menekültek, mondta ez a belső ukrajnai menekült. Bár a tél eddig szerencsére kegyes volt az ukrajnaiakhoz, félő, hogy az ezt követő komolyabb fagyok miatt egyre többen fogják elhagyni otthonukat a túlélés érdekében.
A békésnek számító Kárpátalja viszont továbbra is biztos pontnak számít a belső menekültek számára, akik már legalább 400 ezeren lehetnek a vidéken.